Szép jó estét kívánok! A divat általában nagyon kézenfekvő, ezer irányból, minden lehetséges felületről az áramlik felénk, hogy mikor mit vegyünk fel, ha nagyon összhangban szeretnénk lenni az aktuális irányzatokkal. Vannak azonban a divatnak olyan kis szegmensei, amelyekkel nem találkozunk lépten nyomon, amelyeket nekünk kell felfedeznünk, ám amelyek jóval izgalmasabbak, mint az ömlesztve felénk irányuló trendek. Ezt a divatot olyan emberek teremtik meg, akik egész egyszerűen nem akarnak elvegyülni a tömegben, akik nem úgy kreálnak ruhákat vagy kiegészítőket, hogy lemásolják valamelyik tömegterméket, hanem mernek másak, különlegesek, egyediek lenni. A trendelő pedig mindig odafigyel ezekre az emberekre is. Viasszal való batikolás és természet inspirálta motívumok ízléses színvilággal, ruházatban ötvözve, és a 80-as, 90-es évek ékszerdivatja merészebb nőknek. Ma este két világ válik egyé, egy sokat ígérő beszélgetésben. Vendégem a stúdióban Gál Beáta, a Bertyó Design, hát designere. Igen, tulajdonképpen igen. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. És Török Réka, a Rekko Design tervezője, designere. Igen, és London is itt van velünk a stúdióban. Gyakorlatilag ez az első ilyen beszélgetés, hogy többen vagyunk, mint hárman, de egy valakinek négy lába van. No, lányok, arról meséljetek nekem, hogy mikor és hogyan döntöttétek el, hogy ti mást szeretnétek, mint az átlag, vagy mást, ami felétek irányul, Réka. De még mielőtt válaszolnál erre a kérdésre, jó, arra kérlek, hogy nézzünk meg együtt egy összeállítást a munkáidból. Eddig beszéltek a képek, és a képek is nagyon beszédesek voltak, de azért a te történetedet szeretnénk hallani. Hát nekem Londonba kezdődött minden, én ott éltem elég sokáig, és ott alakult ki nekem az egész ékszerkészítés. Ugye én divatot végeztem, de mivel elég kicsi helyen laktam, ezért nem volt alkalmam ruhákat készíteni, és így jött az ékszer. És először újrahasznosított dolgokat készítettem, rengeteg mindent összegyűjtöttem, ami másnak szemét volt, az nekem kincs volt, kb. És akkor abból születtek az első ékszerek. Hogyan kell elképzelni, ez a másnak szemét volt, nekem kincs volt? Tehát ez mit jelent? Hát például az első ékszereim sörös kupakokból készültek például, meg bőrből, amit turkálóba vettem, vagy ami kidobbantó bőr volt másnak. Tehát, hogy tényleg szemét. Igen. Igazából nem mondjuk egy fél fülbe való, ami úgy megmaradt, meg még ami dédelgetett esetleg valaki, hanem sörös kupa. Igen. Aha, jó. Beáta, megnézzük akkor a te összeállításodat is, és akkor utána beszélgetünk.
Azt hiszem, hatványozottan igaz, hogy beszélnek a képek helyettünk is. Beáta. Hát tulajdonképpen a döntés, hogy azt szeretném, tehát olyan szakmában szeretnék dolgozni, amit végeztem és tanultam, az igazából 3 éve született meg, és 3 éve döntöttem el, hogy kizárólag olyan dologgal szeretnék foglalkozni, amit én készítek, és tehát megalkotni egy olyan környezetet, amiben én jól érzem magam, mert hogy előtte én egy irodai munkát végeztem, irodában dolgoztam, és akkor mindez idő alatt, 2 év alatt azon filóztam, hogy hát oké, én elvégeztem egy halomművészeti iskolát, meg nagyon szerettem, amit csináltam, de hogy most belecsöppentem egy olyan helyiségbe, amit nem igazán az én világom, és akkor ez így 2 évig zajlott bennem, hogy hát azért jobb lenne kibontakoztatni azt, ami úgy bennem, amíg nem igazán tudtam, hogy ez miből fog állni, hogy konkrétan mit fogok készíteni. Volt egy szintű, valamilyen szintű tudás a kezemben, amit az iskolában megtanítottak, de hogy ez még mindig nem volt elég ahhoz, hogy tudjam előre vetíteni azt, hogy mit fogok csinálni, és akkor egy ilyen radikális döntés hoztam, hogy most nem tudom, mit fogok csinálni, de változtatni szeretnék, és igen, is megtettem az első lépést az irányában, hogy én neki fogjak, elkészültek az első táskák, az első sálak, aztán lakástextiliák, párnák, sötétítők, aztán megmerészkedtem a ruhákat is, tehát a ruhákkal is elkezdtem foglalkozni, hogy kipróbálni, hogy tetszene a vásárlóknak, vagy közönségnek, és így lépésről lépésre tényleg teljesen az elejéről indulva sikerült 3 év alatt ennyire úgymond felépíteni, és szeretni azt, amit csinálok, és megteremteni ezt a környezetet, ahová megyek dolgozni, és az tényleg most már egy örömmel tud eltölteni, hogy látom azt, hogy van igény rá, és van lehetőség arra, hogy megvalósítsuk azt, amit valahol nagyon mélyen el volt képzelve, de csak előbukkant. De ehhez lépéseket kellett tenni, és még folytatni kell egyébként. Nyilvánvalóan, és ugye a legnagyobb lépést és az első lépést a mélybe kellett tenni, amikor egy nagy lélegzetvétellel ott kellett hagyni mindent, amit nem szeretünk. Ugye te említetted, hogy az első lépéseknél még nem tudtad, hogy mi lesz belőle, vagy még nem tudtad, hogy igazán mit szeretnél, de tudtad, hogy lépni kell. Nem tudom, a 16. vagy 17. lépés után, amikor már úgy bizonyosak voltatok abban, hogy mifele irányultok, akkor megfogalmaztátok azt konkrétan, hogy mit szeretnétek csinálni, amikor már úgy láttátok, és nyilván ti tudtátok, hogy tehetség van a kezetekben, meg hát mindenféle iskolai tapasztalat, de amikor megfogalmazódott az, hogy én Bertyó, meg én Réka ezt szeretném csinálni, akkor mi volt az? Hát én igazából nálam az ékszerek nagyon véletlenül jöttek, tehát nekem ez nem volt terve egyáltalán, sőt, mikor elvégeztem az egyetemet, akkor sem, hogy én ékszereket nem is jutott volna eszembe egyébként, mivel ruhát végeztem, ezt szerettem volna csinálni igazából. Nem tudom, csak ez így kipattant így a fejemből szerintem, vagy, tehát ez csak úgy jött magától, hogy ezt kell csinálni. És amikor megcsináltad az első néhány ékszert és sikerélményért olyan szinten nyilván, hogy visszajeleztek neked, hogy ez jó és ezt szeretjük, akkor sem fogalmaztad meg, hogy akkor ezután tényleg csak ékszerek? Fú, hát nem tudom. Tehát én még mindig úgy vagyok vele, hogy most egyelőre ékszereket készítek, de ebből majd szeretnék tovább lépni egy picit más szintre is. Tehát én még mindig megvan a ruha, tehát hogy mindig szeretnék ruhákkal foglalkozni. Ezt most ki tudom élni a színházba szerencsére, úgyhogy mely jelmeztervező is vagyok, úgyhogy a ruhákat azt most ott tudom kiélni egyelőre. Bertyó? Hát nekem az első táskák akkor készültek el, amikor részt vettem egy uniós projektben, ami arról szólt, egy nemzetközi projektről van szó, és az volt ennyi volt a célja, hogy felhasználni és újjáéleszteni múzeumokban található textil mintákat,
de tulajdonképpen ránk bízták a tervezők, hogy miben tudjuk ezt mi kibontakoztatni, és akkor nekem jött az ötlet, hogy inkább táskákban tudom elképzelni, ha már az a cél, hogy átültetni hétköznapi emberek, tehát hogy mai emberek számára átültetni a mintakincset, és mindenképp ipari tárgyban gondolkodtam, amit nap mint nap használunk, amit tényleg beolvad a hétköznapjainkba, és így kerültek rá az első táskákra olyan motivumok, amelyeknek a gyökerei a múzeumokban található textíliákról inspirálódtak, de annyira elvonatkoztattam tőlük, hogy nem feltétlenül jutott eszébe az embereknek, a mai fiataloknak, hogy hoppá, hát ez egy régi minta. És pontosan úgy gondolom ez volt a cél, hogy ne idézze azt a régi hangulatot, hanem inkább adjon egy ilyen új löketet ezeknek a mintáknak, és ezek voltak az első olyan textilek, amiket készítettem, és ebből kifolyólag következett már, hogy táska mellé akkor sál, ugye legyen szedbe, mert akkor az már öltöztet, nem kell különösebb kiegészítő, mert egy farmer is egy fehér pólóval, színes táska és sál szedben az már bőven elegendő, és lépésről lépésre így készítettem nagyobb és nagyobb textileket, és így változtak a minták is, amiket használtam idővel, tehát hanyagoltam részben a múzeumos mintákat, és áttértem most már egy elég spontán festészetre, ami közelebb is áll hozzánk. Spontán és nagyon meghatározó, tehát ez már gyakorlatilag a névjegyeddé vált, azt gondolom. Nagyon különleges az, amit csináltok, amit létrehoztok, amit megálmodtok. Nem lett volna könnyebb ezzel a mainstream-mel csak úgy menni, vagy lekoppintani mondjuk, amit éppen úgy megálmodnak a nagy divatházak, és akkor itt alkotni? Mert hát ugye az is hazai tervezők keze alól jött volna ki, és milyen jól nézett volna ki, csak egy picit egyszerűbb lett volna. Nem én most agyalni, hogy még különlegesebb és még különlegesebb legyen, szóval nem lett volna egyszerűbb csak úgy valamit lekoppintani? Hát nem tudom, én ebben úgy vagyok, hogy sokkal nagyobb feltöltődést és sikerélményt nyújt az, hogyha bezárkózol és egy kicsit magadba fordulva, nem figyelembe véve feltétlenül a mai dolgokat, hanem magadból egy kicsit alkotni textilre az én esetemben. Nekem ez sokkal nagyobb élmény, mint az, hogy bújni az internetet és átúzni, tisztában lenni a varázsszabás trendekkel, stb. Mint nekem az egy sokkal nagyobb energiát, és nem hiszem azt, hogy ez annyira sikerélmény lehetne, mert mindig ott lenne az a tudat, hogy én ezt valahonnan lestem, hiába, hogy átalakítottam, de hogy így legalább nyugodt a lelkiismeretem, és tudom, hogy ez így belülről jött, és nem hasonlítgatom magam. Igen, tehát másokkal. Valaki más nem csinálta meg előtted. Így van. Ugyanazt, Réka. Én egyetértek Bertyóval, és én megmondom őszintén, én se szoktam napi szinten nézni a trendeket, nagyon ritkán szoktam ránézni, hogy mi éppen az aktuális trend, tehát hogy annyira nem szoktam ezt figyelembe venni, úgyhogy nekem is, tehát ami jön, az így nekem éjszaka szokott általában megszületni, szóval így lefekszek, és akkor a legjobb. Tehát az a pillanat, mielőtt elalszok, az a legjobb pillanat arra, hogy az ember gondolkozzon, én úgy gondolom, és akkor születnek nekem a legjobb ötleteim. Tehát ugye a diplomamunkámtól elkezdve mindig, az minden éjszaka született meg. És hogy megszületik a gondolat, és ezután, hát ezt mi követi? Tehát felkapcsolod a villanyt, és leírod? Van, mikor felkapcsolom, és akkor gyorsan, hogy nehogy elfelejtsem, de van, mikor annyira erős, hogy megmarad holnapra is. Uh-huh. Hogyan csiszoltátok a stílusotokat? Hogyan indultatok, és hogyan finomult, hogy most már Bertyó és Rekó Designról beszélhetünk? Hát azt hiszem, adja magát az a helyzet, hogyha valamivel folyamatosan foglalkozol, és csak rá koncentrálsz, akkor lépésről lépésre tényleg annyira le tudnak tisztulni dolgok, igények, akár, tehát saját magaddal szemben, hogy persze nem lehet előre tudni, legalábbis én nem tudom, hogy 5 év múlva hol fogok tartani, tehát hogy milyen irányba fogok elmozdulni. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy mindenképpen maradnék abban a műfajban, amit
készítek, de hogy biztos vagyok benne, hogy ezt még lehet fejleszteni, és látom azt, hogy akár a megrendelők segítségével is tudok olyan ötleteket, tehát tudok inspirálódni akár, hogy ez mind csiszolja és mind formálja azt, amit képviselek. Ez egy ilyen folyamat, ami működik, hogyha figyelsz rá, és benne vagy. Hát én úgy gondolom, amikor az ember neki fog valaminek, akkor mindent meg akar mutatni. Tehát akkor így hirtelen mindent, és akkor nagyon színes, és minden benne van. És ez nem csak a mi szakmánk, ez minden szakmával szerintem így van. És ugye, hogy telnek az évek, úgy egyre inkább letisztulnak ezek a dolgok, és akkor majd megmarad egy szép kis letisztult dolog, ami az már a tiéd, és az, mikor ránéznek az emberek, akkor tudják, hogy az a te kezed munkája. Én azt így képzelem el. Hogyan fogadták az első munkáitokat, azok, akikhez eljutott, akiknek volt bátorságotok megmutatni? Melyek voltak az első visszajelzések? Hát nekem szerintem a barátaim, meg családtagjaim, akik először látták, inkább barátok, akik ugye Londonban született meg nekem, mondjuk az első ékszerem, és az mind barátok, és azokat el is osztogattam a barátnők között, és mai napig is szintén hordják. Én mondjuk, én ma úgy vagyok, hogy most már szégyellem, hogy azt én készítettem, és én úgy vagyok vele, hogy adok más, csak ne azt vedd föl, légy szíves. De hát ők nagyon büszkén viselik, és ez nekem nagyon jó érzés. Nyilván főleg, hogy azóta brandé nőtte ki magát az, amit csinálsz, igen. Nekem is ugyanígy a baráti kör volt az, akik először találkoztak az első táskákkal, és hát természetesen ilyen félve, meg hát vajon hogy fogják fogadni, meg mit gondolnak, és nagyon pozitívan reagáltak nekem. Az első ilyen pozitív visszajelzés idegennek részéről az volt, amikor elmentem egy vásárba, és kipakoltam a dolgaimot, és hát vártam, hogy vajon valaki egyáltalán ránéz-e, vagy feltűnik-e, hogy valaki valami újat készített. De mikor láttam, hogy nem csak hogy figyelik, hanem tényleg visszajeleznek, és akár vásároltak is nekem, ez egy akkora löketet adott, hogy tényleg lehet, hogy ebből valami meg születhetne olyan szinten, hogy akár hosszú távon, vagy megélhetési válhat, vagy egyáltalán. Úgyhogy így nőtte ki magát, hogy barátok, és aztán vásárok is így került el idegenebb. Tehát nem tudom, ez így helyes kifejezése, de hogy nagyobb körbe így, tehát így szélesedett ki hát, a körre. Hát úgy hangosodott meg idegenebb környezetben talán így. Hát ebből a beszélgetésből szerintem simán kiderült, de akinek véletlenül nem annak, ugye elmondjuk, hogy minden egyes darab, amit láttak a kis bejátszásokban, illetve amit a stúdióban helyet foglal, ezek kézzel készülnek. Tehát minden egyes darab ruhától, ékszeren át, sálon, tehát minden saját kezűleg készül. Mennyi időbe telik, ameddig megszületik mondjuk egy sál, egy ekkora lánc, tehát nem hiába, mondjuk ez árujában mondom, hogy nem hiába merészebb nőknek ajánlod az ékszereidet, tehát hogy mennyi időt vesz el az életetekből az alkotási folyamat? Hát az életemből, ha már így fogalmaztál, akkor szinte, tehát mondhatnám azt, hogy napi több mint 8 órát foglalkozok kimondottan ezekkel a textileket, tehát főállásban készítem őket, és az, hogy mennyi idő alatt készülnek el a dolgok, az változó, viszont elég munkaigényes szakmát vagy technikát választottam. Mert hogy például egy sálnak is, hogyha mintás, akkor akár 3 napig is festjük, és ez csak a festési folyamat, még hátra van a vasalás része, ugye már a viasztól el kell távolítani, a színfixálás része még 24 órát igényel, mosás, száradás, festés, tehát egy ilyen másfél heted biztos, hogy rá kell szánni egy-egy táskára vagy sára. Természetesen ezt még megelőzi a kommunikáció a megrendelővel, megelőzi az anyagbeszerzés, minden mellett még folyamatosan a reklámozás, fotózás. Tehát így konkrétan lebontva, hogy pontosan mennyi időt vesz, hány órát számban, nem tudom megmondani, jó, de úgy is hozzávetőlegesen egy... Tehát napokig készül, egy sötétítőnek az elkészülése akár egy hónapba is beletelhet. Függ attól, hogy mennyire mintás, hogy mennyire komplikált színvilágot igényeltek. Változó
Igen, de hogy nem tudom elkészíteni pár óra alatt, tehát hogy heteket kell rászánni. Nyilvánvalóan ezért is kérdeztem, mert mondjuk aki kedvet kapna a műsor után, hogy rátok keressen és valamit rendeljen tőletek, akkor ugye ez információ jelleggel bírt, hogy 3 nap alatt nem szállítják ki. Tehát a gyorsposta nem hozza, mert nagyon ritka az eset, amikor vannak készleten termékek, mert többnyire megrendelésre készülnek, úgyhogy időt kell szánni. Igen. Réka, nálad nálam is változó, tehát az, hogy melyik ékszer, melyik modell, mennyi időbe telik az elkészítése. Igazából, ami szerintem hosszabb idő, az, amikor egy modellnek a kísérletezése. És utána, amikor már megvan egy modell, utána már, tehát hogyha rendelnek belőle, akkor persze rövidebb idő alatt elkészítem. Itt megint fontos az, hogy fa, vagy pedig bőr, mert a bőrrel sokkal könnyebb dolgozni, mert a fát azt én vágom ki saját kézzel, minden kicsi háromszöget, vagy akármit, és én csiszolom le, én fúrom ki, és minden egyes háromszögnek az elkészítés, az rengeteg időbe telik. Például az a nyakik, ami most a nyakadban van. Hát ez bőrből van, úgyhogy ez egy picit gyorsabb munka, hát egy fél napot biztos felvesz nekem. Tehát az, hogy kivágjam egyenként, összerakjam, egy jó fél napot, ha folyamatosan dolgozok rajta. Külföldön is megfordultatok már néhány vásárban, ott mik a tapasztalatok? Mennyire nyitnak a külföldiek irányotokba? Én igazából egy külföldi vásárban vettem részt, leginkább a konkrét megrendelőkkel vannak kapcsolataim, mint hogy vásárokba járjak. Én most voltam először Budapesten, aztán Bécsben, és hát lehet, hogy nem siker, vagy nem tudom, egy elég rossz időt választottunk ki. Nem tudom, hogy bővebben mit mondjak erről. Itthon sokkal nyitottabbnak láttam a közönséget, de ezt nagyon-nagyon sok minden befolyásolja. Tényleg egy szabadtéri vásárban akár az időjárás is meghatározza az, hogy kimennek a vásárlók, vagy nem mennek ki. Mi pont egy ilyen időszakot fogtunk el, nagyon rossz idő volt, hideg volt, úgyhogy ez nem tud most még mérvadó lenni az, hogy külföldön, vásárokon hogyan produkáltunk. Inkább azt tudnám elmondani, hogy vannak külföldről konkrét megrendelők, akik szeretik és igényelik azt, amit készítünk. Tehát akkor gyakorlatilag a külföldiek nyitottak a munkáidra, ha megrendelőkkel dolgozom. Így van. Vásárokat én annyira nem szeretem valamiért. Szoktam néha elmenni, valamikor jó tapasztalat van, valamikor nem annyira. Én is inkább azt szeretem, hogyha tehát megrendelik, írnak nekem, és ez sokkal, sokkal közvetlenebb, lehet velük beszélgetni közben, sokkal barátságosabb szerintem. Meg nem tudom, valamiért úgy érzem, a mi termékeink nem annyira vásárba valók, vagy lehet, hogy csak rossz vásárt fogtuk piski inkább. Mondjuk te külföldön kezdted, te arról is tudnál beszélni, hogy a barátaidon kívül milyen volt a fogadtatás? Nekem nagyon szerették Angliában az ékszereim, voltak, tehát mai napig szoktak még rendelgetni, és nem csak Angliából, máshonnan is, akik mondjuk Angliába jártak és látták, és van ilyen, igen, van. Mi az, amit még az ékszereidhez hozzáteszel? Mert ugye azért ezt elmondtuk, hogy a 80-as, 90-es évek hát stílusa, inspirálja nagyjából az ékszereidet, hát, vagy egyes darabokat. Mi az, amit még hozzáteszel? Igen, én valamiért a 89-es nekem ezek a kedvenc évszakaim, valamiért trendekbe. De azon kívül kultúrák, én nagyon szeretem a különböző kultúrákat, például volt egy kollekcióm, teljesen Peru volt, és nem is azért a formavilága, hanem a kaja. Ettem perui kaját, és nagyon ízlet, és az inspirált, úgyhogy ez lehet bármi, ami inspirál. Tehát nem feltétlenül egy korszak, vagy egy kultúra, bármi lehet, bármi. És miért merészebb nőknek? Hát mivel nagyobb darabok, elsősorban én nagyon szeretem a nagy darab, nagy fülbevaló, nagy nyaklánc, és igen, tehát ezt be kell vállalni szerintem, mert nem mindenki meri ezt fölvenni. Apróbb darabok nincsenek? Tehát ilyen apró ékszerek nem is születnek a kezed alatt? Hát szoktam, de az csak azért, mert hogy mondjuk vására például készítem vásárapróbokat, de én azokat úgy azért csinálom, hogy legyen, de hogy nem igazán akarom. Mert azt keresik inkább, Réka?
Valószínűleg vásárokon inkább az apró dolgokat. Tehát ha a turistákat nézzük Angliába például, ott is próbálkoztam vásárral, és ott is ugyanez volt, hogy turisták jöttek, és mindenki a műtyűröket keresi. Tehát minél olcsóbb legyen, és akkor megveszik a kínaitól a egy fontért az akármilyen műtyűröt, mert hogy ők Londonba vásároltak valamit maguknak. Inkább keressük szerintem azokat a platformokat, ahol gyorsabban, hatékonyabban lehet kommunikálni, és ezek inkább az internetes felületek. Igen. Én legalábbis 90, nem tudom hány százalékban ezeken az oldalakon reklámozom, és sikerül a kapcsolatot felvenni a vásárlókkal, mintsem, hogy kimenni konkrétan helyszínekre, és ott várni, hogy mi történik. Nagyon szép, hát ugye nem nagyon szép, tehát gyakorlatilag beszél az a színvilág, ami a kollekcióidról visszaköszön. Mi az, ami téged inspirál? Ezen pont gondolkodtam elég sokat, hogy én, mint ember, elég visszafogott színekbe szoktam öltözködni, és mégis a munkáimat ilyen nagyon színesekre festem, és ez lehet, hogy még a festés szettis korszakomból származik, mert hogy festészetet végeztem a liceumban, és akkor ott imádtam a színeket gyúrni, festeni egymásra, kísérletezni velük. Nagyon szeretek színekkel dolgozni, színekkel körülvenni magam, úgyhogy egyszerűen ilyen vagyok valószínű belülről. Tehát inspirálni színekkel, tehát a színek maga inspirálnak. Tehát ezt így konkrétabban elmagyarázni nagyon nehéz, mert hogy... Hát mert hogy inspirációról beszélünk, de egyébként te viseled a saját kollekcióidat? Részben igen, inkább a kisebb darabokat. Tulajdonképpen nincs is idő magamnak készíteni. Az az igazság, hogy most nyáron sikerült végre, hogy készítsek két táskát, mert hogy előtte inkább zacsiból, vagy nem tudom mivel jártam, mert hogy nem volt időm arra, hogy készítsek magamnak olyan táskát, ami tetszik. De most már elmondhatom, hogy van is, van igen, mikor a sálat a nyakamra tekerem, vagy változó. És a színekre visszatérve, azokban a pillanatokban, amikor nem megrendelésre dolgozok, hanem szabadon alkothatok, akkor azokat a perceket is nagyon szeretem, mert nagyon, nagyon a hangulatomtól függ, hogy milyen színekhez nyúlok, és ezt megfigyeltem, hogy valamikor nagyon visszafogott színekre vágyok, és azoknak az eredményét is tudom szeretni, és van, amikor igenis merészre, na most megmutatom, ilyen robbanásszerű, erős színvilágot választok. Ez azt hiszem egy idő után már tényleg a hangulat is tudja folyásolni. Azonnal visszatérünk erre a kérdésre, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire tudja, hát úgymond, nagyon, tehát idézőjelesen mondva, becsúfítani, vagy berondítani egy ilyen inspirált pillanatban a megrendelő, aki azt mondja, hogy ó, az nem jó, igazából más szeretnék, vagy nem ennyire. Szóval, hogy erről azért fogunk beszélni, mert erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan kezelitek, de előtte még arra vagyok kíváncsi, hogy téged mi inspirál. Hát nálam is mondjuk a színek fontosak. Eleinte nagyon színes dolgokat készítettem, most ugye a fa kollekciót, hát azt nem szerettem volna befesteni, mert a fa az amúgy is natúrba szép, de hát a szín az tényleg olyan, hogy hangulatfüggő, tehát nagyon, és nyáron, inkább nyáron szeretünk színekbe járni, télen meg inkább a fekete, szürkés színeket, barnás árnyalatokat szeressük, és ez az ékszerekbe is szerintem ugyanígy van. Legalábbis én magamon tudom, hogy nyáron felveszem a színes ékszereimet, télen meg inkább sötétebb ékszereket szeretek magamra rakni. Tehát akkor ez nálad inkább ilyen évszakfüggő? Az is, igen, meg hangulatfüggő is, tehát persze, tehát attól is nagyon függ, hogy milyen hangulatomban vagyok. Na jó, beszéljünk a megrendelőről. És ilyen a megrendelő és a művész kapcsolata, mert ez mindig nagyon-nagyon érdekes. Tehát én szeretném a te termékedet viselni, de egy picit azért mégiscsak bele szeretnék szólni, mert van akkora szabadságom, hogy beleszólhatok, mert tudom, hogy hosszabb ideig készül, tudom, hogy te ezt nekem készíted, így aztán akkor én jól megmondhatom, hogy nekem pontosan ott nem tetszik az a lila árnyalat, mert egy kis zöldet szeretnék még. Mennyire nehezíti meg egy nehéz megrendelő a folyamatot? Igen, ez nagyon érdekes és változó tud lenni, hogy mennyire könnyebb elkészíteni egy terméket, vagy mennyire
vesz fel több időt, vagy mennyire készül el hamarabb. Én úgy szoktam ezt megoldani, hogy teret adok, hogy igen, meghallgatom, leírhatja, hogy mik az elvárásai, és abból leszűröm, hogy én ezt hogyan valósítanám meg, ezért cserébe készítek neki vizuálisan látható rajzokat, vázlatokat, hogy én hogyan képzelném el az én stílusomban, leírom, hogy a színeket körülbelül mit, hogyan helyeznék el, mert azt gondolom, hogy nem mindig, tehát vannak konkrét elképzeléseik megrendelőknek, de mégis amikor papírra vetülődnek ezek a szempontok, akkor szembesül a saját igényével, és nem mindig marad meg annál az első kirobban, vagy kipattant ötletnél, és ezt leszoktam vagy egyszerűsíteni, vagy átrajzolni úgy, ahogy én elképzelem, és ezek időigényes dolgok, tehát, hogy nem minden nap van idő arra, hogy foglalkozni vele, akkor így tolódik akár, de addig, amíg megszületik az a pont, amikor mind a ketten úgy gondolom, hogy meg tudunk elégedni a valami. Tehát, hogy mindkettőnknek megfelel az a, megtalálni ezt a közös pontot, ami mindkettőnknek megfelel. Ez egy picit türelemjáték is, nem? Igen, van. Igen, volt, igen. Volt ilyen tapasztalatod, hogy hosszú ideig elhúzódott egy ruha, táska születése? Igen, megtörténik, de addig rajzolgatok, és addig variáljuk a dolgokat, ami úgy gondolom, hogy megszületett az utolsó vázlat, amire azt mondom, hogy ezt most már a kezemből szívesen kiadom, tehát hogy így... Igen, ami részedről a véglegesen. Tehát, hogy igen, te nem igazán van. Szeretnél. Igen. Aha. Tehát az, hogy tehát voltak olyan megrendelések, amire határozottan nemet mondtam, mert annyira eltért az én ízlésvilágomtól, hogy diplomatikusan deközöltem, hogy ez így nem fér nekem bele. Réka? Szerintem nálam annyira ezek a dolgok nem merülnek fel, mert általában, tehát én kollekciókban dolgozok, és ami van, abból választhatnak. Tehát én nem szoktam rendelésre olyan terméket készíteni, amit nem az én tervem. Tehát amit mondjuk jön egy megrendelés, azt mondja, hogy ő szeretne egy olyan ékszert, ami így néz neki, úgy szeretné, és ő lerajzolja nekem. Én ilyet nem készítek, tehát ami nekem van, abból lehet választani egyébként. Színek nálam is vannak, lehet azokat is variálni egyébként. Van egy fok mondjuk, ameddig én is úgy elmegyek ezekkel, mert nem mindig talál minden színnel. Úgyhogy én szeretem azt, hogyha egy ékszer egy vagy két színű maximum, tehát nem kell túl sok színt belerakni egy ékszerbe. Mi ez? Igen. Annyit szerettem volna ezt hozzáfűzni, hogy tulajdonképpen nálam sem úgy kell ezt elképzelni, most teljesen kitalálok egy új szabás mintát, vagy egy új táskafazont azért, mert valaki kéri. Tehát megvannak a bizonyos keretek, amin belül dolgozunk. Tehát most egy táskakollekciót nem fogunk szabásában főleg nem átalakítani, hanem abból, amiben rugalmas vagyunk, az inkább a mintázat és a színvilág. A színvilágnál különösen szeretem azt, hogy meg tudom azt, tehát tudok olyat nyújtani a megrendelők fele, hogyha mert volt rá konkrét példa, hogy valaki vásárolt egy korall színű cipőcskét, és nem talált olyan blúzot hozzá, amit ő nagyon szívesen fölvett volna, és illett volna hozzá, és elhozzám a cipőt, kikevertük ezt a színt, és készítettem tovább, teljesen rám bízta a mintát, és a fazon, meg minden, de hogy neki köszönjön vissza ez a szín, ami talál az ő cipőjével, és ezért gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amire nem igazán van példa, hogy valami ezt hozzáilleszthetheti a termékeimet valamelyik kedvenc ruha darabjához. Igen. Ezek az előnyei, igen, ugye annak a munkának, hogy illetve hát annak a megrendelésnek, hogy valaki nekünk készíti el, milyen más, nem? Milyen exkluzív. Melyek a sláger termékek? Nálam a fa, tehát nálam most annyira, hogy mindenki azt nagyon szeret, és pont az a modell, ami először a bőrre készítette meg előző kollekcióba, és azt úgy féltek attól, és most fával pedig nagyon szeretik az emberek, úgyhogy nem, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy mennyire fontos egy, hogy milyen anyagot használok. Tehát a bőr ugye az sokkal vadabb egy dolog, a fa az sokkal finomabb, visszafogottabb.
nálam szezonális részben, mert például nyáron a lakodalmak és a mindenféle alkalmak esetében a ruhák azok, amiket inkább rendelnek, kérnek, vásárolnak. Ősszel természetesen a sálnak jön az ideje és a táskáknak. Tehát részben szezonális, de megvannak a konkrét motivumok, amit gyakrabban készítünk. Tehát konkrétan az én esetemben a virágminták, amik nagyon-nagyon szeretnek és nagyon gyakran kérnek. És színben? Színben nagyon változó. Ezt így nem tudom belülni, mert változó, hogy mikor mit kének. De a mintákat azt tudom határozottan, hogy mi az, amit mindig választanak. De szeretik egyébként a megrendelők a sötét színeket kombinálni színesekkel. Tehát, hogy ettől nem szoktak eltérni, mert hogy az első táskák, amiket készítettem, igyekeztem úgy megoldani színvilágában is, hogy strapabírók legyenek, ezért az oldalait meg a kézifüleit sötét színekkel festettem be, és a lapjai részén használtam világos színeket, és ezt teljesen jól fogadják, ebből nem szoktak kitérni, vagy nem igényelik, hogy világos szín legyen, mert valahol logikus az, hogy könnyen koszolódnak. Mit szeretek a legjobban a munkátokban? Hát én az alkotás részét mindenképp, amikor leülhetek és alkothatok, az nagyon jó érzés, tehát az így feltölt energiával igazából. Nem feltétlenül azért csináljuk szerintem, mert hogy ebből aztán mennyi pénzt lehet csinálni, hanem ez egy olyan dolog, hogy leülsz, és képes vagy egész napot ülni az asztalnál is dolgozni, és felállsz, és úgy állsz fel, hogy jaj, de jól telt a napod. Tehát, hogy valami hasznosat csináltál egész nap. Nekem ez igazából ez ilyen energia feltölt nagyon. Hát persze, abszolút, hogy bemehetsz abba a helyiségbe, amit megalkottál, elképzeltél, és tényleg dolgozhatsz, alkothatsz olyan új dolgokat, amit akár, tehát saját magamot is meg tudom lepni sokszor, mikor elengedek teljesen mindenféle gondot, és akkor most csak arra koncentrálok, hogy most valami újat készítsek, valami belső dolgot megkavarni, és akkor születik belőle egy olyan dolog, amit utána majd lehet kamatoztatni. Ugye a te életedben már egyszer bebizonyosodott, hogy mennyire jó, ha elengedjük, vagy hátradőlünk, és vagy meglépünk egy lépést, mert akkor egy csomó minden jó történik. Az életetek más területein is szeretitek a különlegeset, az exkluzívat, az, ami hát kicsit sem olyan, mint mindenki másé? Én igen. Én abszolút igen. Hát valószínű, hogy igen, így nem tudom, hogy is konkrétan mit sorolhatnék be ezek közé, de azt látom, hogy úgy gondolkodásmódban nem tudnám besorolni magam az átlag gondolkodásmód. Tehát az elvárások skatujájába azért igyekszem magam kivonni mindenféle társadalmi elvárás alul az, amivel én nem tudok egyet érteni. Meséltek nekem egy kicsit az erdélyi közönségről. Milyennek látjátok az erdélyi közönséget? Nyitottak vagyunk-e az újra? Szeretnénk-e kipróbálni új dolgokat? Szeretnénk-e viselni olyant, ami egy picit más? Én úgy látom, hogy most már inkább egyre bátrabbak az erdélyi lányok is az új és merész dolgokra nyitanak azért. Én ezt vettem észre. Nekem is teljesen pozitív a képem erről, mert hogy valamilyen szinten neki köszönhetem most már a munkám, hogy van minden nap munkám, és értük is alkotok, tehát azt látom, hogy igenis van igény arra, amit készítünk, és nagyon, nagyon, nagyon jól tud esni az, amikor visszajeleznek, és látom a reakciókat, hogy tehát a munkánkkal kapcsolatosan. Mm-hmm. Úgyhogy hajrá! Ugye beszéltünk arról, hogy az erdélyi piac az nyitott, de igazából az olyan lányok, mint ti, akik így alkotnak, ilyen bátran alkotnak, nevelitek is, vagy neveltek minket, vagy csiszoljátok a mi stílusunkat és a mi ízlésünket. Utánunk ti csiszolódtok? Szerintem biztos után? Próbálkozunk, tehát tudatalatt biztos vagyok benne, hogy azért csiszolódunk egymáshoz. Tehát nekem is nagyon fontos az, hogy,
hogy Londonban például ott sokkal jobban el lehet szállni öltözködésbe és bármiben, mint itthon. És azért csak odafigyelek itthon, hogy az emberek mi az, amit szívesen hordanak. Szerintem ez nagyon fontos, tehát hogy össze kell csiszolódjunk egymással mindenképp. Tehát, hogyha egy helyen akarunk lenni és élni, akkor egymásot kell csiszoljuk, az, hogy mindenkinek jó legyen. Hát igen, elég szomorú lenne, hogy ezt a sok munkát, amit készítettem most a padláson, kellene raktározni, és nem lett volna rá kereslet, úgyhogy biztos, hogy mindenképpen. Mert hogy napi szinten kommunikálunk, legalábbis én a megrendelőkkel is. És azért érzem, tudom szűrni ebből, mi az, amit szeretnek, vagy kevésbé, vagy stb. És ezt mind összegyúrva át tudom, úgy gondolom, szűrni az én lelki, stb. Mindenféle világomon, és akkor ebből születnek meg azok a dolgok, amiket készítek. Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmazni azt, hogy miért jó olyan terméket vásárolni, vagy viselni, vagy megrendelni, vagy nyitni egy olyan termék felé, ami nem tömegtermék, akkor hogyan fogalmaznátok, hogy miért jó egy kicsit más lenni? Szerintem egy egyedi termék sokkal boldogabban teszi az embert, szerintem. Én így képzelem, én is, ha veszek mástól, ami kézzel készült, bármi lehet, ez elkezdve kajától, vagy ruháig, bármi, az sokkal szívesebben hordom, és sokkal jobban vigyázok rá, és boldog vagyok, hogyha felveszem. Igen, mert ad egy ilyen plusz érzetet, hogy ezt valaki készítette, és időt szánt rá, energiát szánt rá, benne van az ő munkája, és sokkal másképp, tehát más érzéseket ad egy olyan kabát, vagy egy olyan táska, mint hogyha elmész a boltból és leakasztasz egy tucat terméket, amiből tudod, hogy eszméletlen mennyiség készül, és attól is nem ad semmi emberit egy ilyen termék. Én jártam így Londonban, hogy vettem magamnak egy kabátot, és én kis naiv azt hittem, hogy csak nekem lesz olyan, és minden ötödik lánynak olyan volt, és így azóta sem használom. Tehát, hogy itthon még bevethetnéd. És itt, de nem, én annyira rosszul esett ez, hogy azóta sem használom, szóval jó helyt van a szekrényben, nem kell többet. Hát ez igazán komoly. Igen. Lányok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és további sikereket kívánok. Nagyon-nagyon szép, ahogyan alkottok, és ahogyan gondolkodtok. Köszönöm, hogy itt voltatok. És Londonnak meg külön köszönjük azt, hogy szundi üzemmódban váltott, mert itt van ő az asztal mögött, csak egy picit csendesebben. Köszöntöm szépen, lányok. A trendelő nem csak odafigyel azokra a különleges emberekre, akik itthon élnek és alkotnak, hanem igyekszik is megmutatni önöknek azt az izgalmas világot, amelyben ezek a tehetségek terveznek, alkotnak és élnek. Ez történt ma este is. Én szívből remélem, hogy önök közül nagyon sokan kedvet kaptak felfedezni Bertyó és Rekko munkáit. A Szalos Szidónia kolléganőm a rendelőn dolgozott, hozza a Gedeon Richter Románia által támogatott rovatot. Én köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban találkozunk. Szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket a rendelőben! Október 15-én a kézmosás világnapját ünnepeljük. Ez a nap világszerte az alapos, szappannal való kézmosás fontosságára hívja fel a figyelmet. A kezünk tisztántartása ugyanis az egyik legalapvetőbb higiéniai követelmény, ugyanis testünknek ez a része naponta számos tárgyal, baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal kerül közvetlen kapcsolatban. Ugyanakkor kezünk tisztántartásával csökkenthetjük az olyan fertőző betegségeknek az esélyét, mint amilyen a hasmenés, a nátha vagy az influenza. De hogy hogyan, milyen időközönként kell vagy ajánlott kezet mosni, többek között erről kérdeztük dr. Szabó Zoltán családorvost. Több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF 2008-ban rendezte meg először a kézmosás világnapját, melynek célja, hogy eseményeivel felhívja a figyelmet a szappannal történő kézmosás fontosságára. Ugyanis a rendszeres kézmosás önmagában nem elegendő, a szappan és a rászánt idő meghatározó. A kézmosás az attól függ, hogy például rólunk van ez szó, mert egy orvosi rendelőben a kézmosás egy kicsit másképp történik, egy sebészet, ahol aztán egészen másképp történik, ott steril kell legyen a kéz, illetve az otthoni kézmosás. Most gondolom erről van szó,
A lényege az, hogy megfelelő ideig történjen az a kézmosás, ne csak egyszerűen kicsi víz, éppen kicsi szappan, hanem az egy olyan 1-2 percet tartson, és akkor gyakorlatilag a baktériumok nagy részét le lehet a kezünkről, vagy el lehet távolítani. Megfelelő, tehát nagyon fontos a szappannak a minősége, a megfelelő víznek a minősége és mennyisége, és az időtartam, hogy ne csak úgy legyen, hogy 1-2 másodperc és kész, hanem 1-2 percig legyen. Orvosi rendelőben még több ideig is. 3-5 percet tart egy valódi kézmosás. Víz hiányában instant kézfertőtlenítő szerek segítségével is tisztán tarthatjuk kezeinket a kórokozó baktériumoktól. Az alkohol alapú kézfertőtlenítők rövid idő alatt hatnak, és jelentős mértékben képesek csökkenteni a bőrhöz tapadt baktériumok számát. Mivel nap mint nap ezerféle dolgot érintünk meg kezeinkkel, ajtókilincset, számítógép billentyűzetét, telefont, pénzt, arcunkat, és nem elhanyagolandó, hogy a kezeinket tesszük a szánk elé, ha tüsszentünk vagy köhögünk, így jó, ha tudjuk, mikor kell leginkább figyelmet fordítani kezeink tisztaságára. Ha lehet, minden étkezés előtt, és akkor vannak bizonyos szakmák, például pénztáros, akik pénzzel dolgoznak, vagy élelmiszerekkel, tehát bizonyos szakmákban lehet gyakrabban is, de otthon legalább az étkezések előtt mindenképpen javasolt a kézmosás. Statisztikák szerint az ember óránként átlagosan 6-szor érinti meg az orrát, kezünk egy négyzetcentiméterén akár 10 millió baktérium is nyüzsöghet, melyek betegségek okozói lehetnek. Például eddig úgy tartottuk, hogy az influenza, ami köhögéssel vagy tüsszentéssel terjed, hogy a kézmosás nem számít, de igenis nagyon számít. Például, mikor influenza járvány van, akkor is javasoljuk, hogy minél gyakrabban mossanak kezet. De persze a fő probléma az a baktériumok, illetve a vírusoknak az élelmiszerek által okozott megbetegedésnek a kivédése. Épp ezért javasoljuk, hogy étkezés előtt megmosni a kezet, mert az ételekkel nagyon könnyen be lehet vinni a szervezetbe úgy baktériumokat, mint nem csak gyakorlatilag minden kórokozót. A fertőző betegségek 80%-a közvetlen érintkezéssel terjed, a piszkos kéz pedig ezek meleg ágya lehet. Ha nem tartjuk tisztán, akkor tartós megbetegedések okozója is lehet, mondta el Szabó Zoltán. Vannak olyan úgynevezett protozónok, mint amilyen az echinokokusz például, hogy azok tartós megbetegedések, ezt bevisszük a szervezetbe a kórokozó lárvát, ami aztán a bélből átjut a májba például, vagy akár más szervbe is, még az agyba is, ahol betokosodik, és egy nagyon súlyos betegséget okoz. Tehát ilyen esetben gyakorlatilag egy tartós, hosszú megbetegedést okoz. A legtöbb esetben egy vírusos hasmenést okoz, például nyáron, de vannak olyan megbetegedések, mint amilyen Shigella, Salmonella, ami szintén tartós és krónikus fertőzést hozhat létre. Eddig tartott a mai rendelő, ne feledjék az egészség megóvásának, a baktériumok fertőzések visszaszorításának a legfőbb módja az alapos kézmosás. A viszontlátásra! A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.